569. nap A tegnapi nap legnagyobb híre ismét a Krímből érkezett. Az ukrán légierő vezetőjének ígérete, miszerint a tegnap előtti csapás csak a kezdet volt, igaznak bizonyult. Először is robbanásokról számoltak be Fatoriából. Orosz források arról adtak hírt, hogy az ukránok legalább 10 kamikáze drónnal támadtak. Később az orosz védelmi minisztérium pontosította, hogy 11 drónról volt szó, és azt állította, hogy mindet lelőtték. Mindazonáltal a helyi lakosok által rögzített felvételeken egyértelműen füstfelhők és robbanások láthatók. Az elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy vagy egy drón csapódott be egy lőszerraktárba és okozott másodlagos detonációt, vagy több drón találta el ugyanazt a célpontot. Első ránézésre a robbanás túl erősnek tűnik egy drónhoz képest, azonban ahogyan azt néhány orosz forrás is említi, az ukránok ezúttal sokkal nagyobb eszközöket használtak. Amint az később kiderült, ez csak az akció első szakasza volt, és mint arról az ukrán hírszerzés szóvivője beszámolt, a dróncsapások célpontjai a térségben található légvédelmi zászlóai rádiolokációs rendszerei voltak. A radarok lényegében a légvédelmi rendszer szemei, így azok drónokkal történő megsemmisítésével az ukránok úgymond elvakították a Jeffatória melletti légvédelmet. Ezután az ukránok Neptun hajó elhárító rakétákat használtak az S-400-as rakétavető kiiktatására. Feltételezések szerint az ukránok pontosan ugyanazt a taktikát alkalmazták, mint legutóbb, amikor a Tárhánkut foknál megsemmisítettek egy légvédelmi rendszert, nevezetesen Neptun rakétákkal felszerelt hajóikkal közel kerültek a parthoz, és viszonylag kis távolságból felderítő drónokkal összehangolva hajtották végre a csapást. Úgy tűnik, hogy ez igaz, mert ha megnézzük a helyszínről nemrég nyilvánosságra hozott műholdas felvételeket, akkor nem csak a telephely körül, hanem attól délre is tűz nyomai láthatóak. Az elemzők arra a következtetése jutottak, hogy az első találat után az oroszok megpróbálták sürgősen evakuálni az összes többi rakétaindítót, de az ukránok menet közben elkapták őket. Ilyen gyors kiigazítás csak akkor lenne lehetséges, ha az ukránok kis távolságból egy felderítő drónnal összehangoltan működnének. Ennek következtében az oroszok elvesztették az egész S-400-as légvédelmi zászlóajat, amely több mint 1,2 milliárd dollárba kerül. Egyes orosz haditudósítók megjegyezték, hogy bár több rakétaindító egységet már evakuáltak, a legtöbb a térségben maradt. A támadásban a légvédelmi rendszerek legfontosabb része, a parancsnoki központ és a radarok a legénységgel együtt megsemmisült. Érdekes, hogy egyesek felvételeket terjesztettek a Krímben tartózkodó orosz turistákról, akik az interneten geolokalizált képeket tettek közzé ezen légvédelmi rendszerek közelében, ami lényegében kiszivárogtatta a légvédelmi rendszer pontos helyét. Orosz elemzők rámutattak egy ijesztő tendenciára, és elkezdték a riadót fújni, hogy az ukránok folyamatosan rombolják az orosz légvédelmet a Krímben. Először Rozdolna, majd Olenivka, tegnap előtt Szevasztopol, tegnap pedig fatória közelében. Megjegyezték, hogy a félsziget légvédelmének jelentős meggyengítésével az orosz fekete tengeri flotta tehetetlen lenne a légi támadásokkal szemben, és fokozatosan megsemmisülne. Egyébként az ukránok tegnap is lecsaptak az orosz hadihajókra. Az első dróntámadás célpontja a Szergely Kotov ballisztikus rakétákat indító hadihajó lett. Orosz források arról számoltak be, hogy az ukránok öt drónnal támadták a hajót. Az ukrán különleges erők harci felvételeket tettek közé a csapásról, amelyekkel látható, hogyan közelítették meg a tengeri drónok az eszközt. Végül állítólag mind az öt drónt lelőtték. A második csapás célpontja a Vasily Bikov ballisztikus rakétákat indító hadihajó volt. A jelentések szerint az utánok ezúttal csak egy drónt használtak. Orosz források megerősítették, hogy a drón sikeresen eltalálta a hajót. A kár mértékéről egyelőre nagyon korlátozottak az információk, Azonban abból kiindulva, hogy az ukrán tengerészeti kamikáze drónok FAB 100-250-es bombákkal vannak felszerelve, annak az esélye, hogy megúszszák sérülés nélkül a találkozást egy ilyen drónnal, nagyon kicsi. Végül újabb információk váltak elérhetővé a Minsk orosz partra szálló hajó kárának mértékéről, amelyet az ukránok tegnap Storm Shadow rakétával találtak el. A felvételek megerősítik, hogy a felső rész összeomlott és az egész hajó lángra kapott, így a javítás kivitelezhetetlen. Amint azt láthatjuk, az ukránok nagyon kifinomult taktikát dolgoztak ki a krim elleni csapások sikeres végrehajtására. Ez az eredménye a hónapokig tartó, látszólag hiába valónak tűnő, olcsó drónokkal végrehajtott támadásoknak. Miután az ukránok összegyűjtötték az összes szükséges információt az orosz erők félszigeten történő elhelyezkedéséről, a reakció időikről és a támadások elleni protokolljaikról, az ukránok készen álltak a valóban komoly csapások végrehajtására. Az ukránok most már hatékonyan használják a tengeri és légi drónjaikat a figyelem elterelésére, valamint a célpontok megsemmisítésére is. Ez a kettős rendeltetés az oroszokat még jobban összezavarja. Ráadásul az ukránok a hajókról, a partról és a levegőből indított, különböző típusú rakétáikat kombinálják. Például csalétekként a légvédelmi rakétaindítók kiürítésére, a három rakétákat a radarok megsemmisítésére, és újból más típusokkal veszik célba a haditengerészeti egységeket. A fegyverek, támadási irányok és helyszínek kombinációinak puszta száma lehetővé teszi az ukránok számára, hogy minden egyes csapást egyedivé és váratlanná tegyenek. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben!